András megyei igazgatóság nevében a dr. Vas Géza Kupán szereplő döntőjének csapatait, résztvevőit, minden kedves szurkolót, meghívott vendégeket. Szeretném felkérni a MLS Heves megyei társadalmi elnököt, Japan Gábort, hogy szóljon néhány szót a döntős csapatáról. Köszönöm szépen! Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden jelenlévőt! Különös szeretettel köszöntöm dr. Vas Gézánét, a jelenlévő csapatokat, meghívott vendégeinket, és elmondhatjuk azt a mai mérkőzés után, hogy dr. Vas Géza szellemiségének és hagyományaihoz hűen kiváló mérkőzést játszottatok a mai nap. A mérkőzés tükrözte a férfias játékot, ami párosult nagy akarattal és lendülettel. Én azt hiszem, hogy mindenképp büszkék lehettek arra, hogy itt képviseltétek Heves megye két legjobb amatőr csapatának a játékát, csapatát. Annyit elmondhatok, hogy a helyszín kiválasztásánál nagyon fontos volt, hogy olyan helyre jöhettünk, ahol köszönettel tartozunk Fekete László polgármester úrnak és a község lakóinak, akik azt hiszem megfelelő hátteret biztosítottak a mai döntőhöz. És külön gratulálok még egyszer Gyöngyös második helyéhez, és az Egernek kiemelten gratulálok az első helyhez. Jövőre! Újra Besenyőtelken fogjuk megrendezni a döntőt. Bozsi Csapa polgármester úr külön megkért, hogy ezt elmondjam. Gratulálok még egyszer, és akkor megkérnék mindenkit, hogy a kéremátadásra majd sorakozzon föl. Köszönöm szépen! Japak Gábor elnök úr és Jenei Károly igazgató úr, dr. Vas Gézáné részére kis ajándékkal készül. És akkor a 2016-os év dr. Vas Géza Kupa második helyezett csapata, a Gyöngyösi Atlétikai Klub. Hajrá Gyöngyös! Hajrá,
gyöngyöt! A JOMA Magyarország képviseletében Szendrei József urat szeretném felkérni, hogy a második helyezett csapatnak 10 darab JOMA labdát adjon át. Gyertek már! Elviszem a dobot! Vigyétek az ötleg körül! Még egyszer a Az idei év kupa döntőjének győztes csapata az EGRI Sportcentrum. Kérem a díjak átadását. Gratulálunk! Garnitúra, amelyet előzetes egyeztetés után fogunk átadni a csapatra.